A nemzeti függetlenség megvédése az egyik legfontosabb feladat a következő időszakban, és ehhez erős gazdaság kell, amihez elengedhetetlen a szuverén gazdaságpolitika. Ez volt az egyik fő téma, amiről Orbán Viktor Köcsén beszélt. A magyar gazdaság helyzetét Szalai Berzevici Attilával értékeljük. Jó estét. Vannak itt érdekes mondások, de mostanában vannak mindenféle tekintetben érdekes mondások a kormányzat részéről. Rogán Antal például azt mondta újságíróknak a polgári piknik előtt, hogy az elmúlt 9 évben megteremtették a nemzeti függetlenséget, a következő években pedig annak a megerősítése lesz a legfontosabb feladat, és ehhez szuverén és önálló gazdaságpolitika kell. De az Európai Unión belül egy országnak lehet szuverén gazdaságpolitikája? Bizonyos fokig igen, és ez értékelés kérdése, hogy mit értünk szuverenitáson, mert nyilvánvalóan egy nyitott gazdaságként állunk az Európai Unió egyik tagjaként. Ugyanakkor nem vagyunk az eurózónának a tagja, ami azt jelenti, hogy saját devizával, saját fizetőeszközzel rendelkezünk, ami ad egy nagyfokú függetlenséget, és ha megnézzük a 2011-es példát, ami történt a görögökkel, akkor jól látható, hogyha egy kevésbé versenyképes gazdaság politikai ügyet csinál az euróba való belépésből, és nem pedig szakmai ügyet, egy korai belépés az azt jelenti, hogy elvesztheti azt a szuverenitását, amiről szerintem a politikusok szoktak beszélni. Jól értem, hogy ezzel egyúttal állást foglal amellett, hogy Magyarországnak jelenleg nincs szüksége az euróra? Hosszú távon szükségünk van, hisz része vagyunk az Európai Uniónak, integrálódnunk kell fokozatosan, de én azon azt az álláspontot képviselem, hogy az euró bevezetését azt egyszer lehet meglépni, és az csak jó bevezetés lehet. Egy rosszul bevezetett euró több kárt okoz az országnak, mint bármilyen áldást eredményezhet. Éppen ezért nem lehet egy politikai ügy, egy szakmai ügynek ként kell kezelni, amikor az ország versenyképessége leginkább elérkezett arra a pontra, hogy kibírja az eurózónával vele járó versenyhelyzetet, ami sokkal erősebb lesz, akkor be lehet lépni. De a legnagyobb probléma az nem Magyarországban. Maximumán vagyunk most? Hát ez egy relatív, ugye szubjektív. Azt mondja Varga Mihály minden megnyilatkozásában, hogy a versenyképességi mutatónk jelentősen növekedett, és hát a GDP arányos államháztartási hiánytól a növekedésig minden azt mutatja, hogy a magyar gazdaság rendben van. Ennyire jók ezek szerint még sosem voltunk. Nyilvánvalóan a politikusoknak az a dolguk, hogy a saját szájuk íze szerint értelmezzék a magyar gazdasági mutatókat. Nekünk közgazdászoknak, elemzőknek el kell mondani, hogy mi a helyzet. De az biztos, hogy a gazdasági mutatókban nincs igazság, nincs szentírás, hanem vannak pozitívumok és negatívumok. De én meg visszamennék, ami nagyon fontos az euró bevezetésével kapcsolatban. Nem is annyira az a kérdés, hogy mi mikor érezzük magunkat késznek, hogy csatlakozzunk, sokkal inkább az a kérdés, hogy mikor áll készen az eurózóna, mint egy koncepció arra, hogy folytassa tovább a bővítést, és hogy egyáltalán képes legyen arra, hogy elkerüljön olyan válsághelyzeteket, amit 2011-ben nem tudott elkerülni. Most úgy gondolja, hogy az eurózóna nem is fogadna minket szívesen? Nem erről beszélek, hogy, tehát, hogy nem áll készen rá? Arról, hogy a konstrukciós hiba, ami 2011-ben egy probléma volt, az ma is adottság. Az, hogy van egy közös monetáris politika, de a fiskális politika nincs egyesítve mögötte. Ez azt jelenti, hogy a kétsebességes gazdaság továbbra is adottság az Európai Unió, vagy az eurózónán belül. Tehát amikor jól megy a nemzetközi gazdasági helyzet, a világgazdaságnak, akkor persze ezek a problémák nem jelentkeznek olyan mértékben, mint egy recessziós időszakban. És akkor, hogyha egy ország felkészületlenül lépett be az eurózónába idő előtt, akkor ugye nincs ott számára
az a függetlenség, amit az önálló monetáris politika De jelent. én jól értem Rogán Antal mondatait, jó, persze ezt igazából tőle kéne megkérdezni, de segítsen értelmezni. Hogy azzal, hogy ő azt mondja, hogy tovább lépni a szuverén és önálló gazdaságpolitikával, lehet ez azt jelenti, hogy igazából a kormányzat tervei között sincsen az euró bevezetése? Én is csak az újságból tájékozódok, hogy a kormány ebben hogy Mert gondolkodik, ugye de ez, azt ha jól látom, értem, akkor ez de ellentmondás hogy az lenne. euró bevezetése az nincs napirenden Magyarországon, tehát ez egyértelmű, de úgy látom, hogy egész Közép-Kelet-Európában, tehát leszámítva a kisebb gazdaságokat, mint a balti országok, Szlovákia és Szlovénia, az összes többi nagyobb ország közül azt gondolom, hogy csak Románia foglalkozik ezzel komolyabban. De a hírek szerint ők viszont igen komolyan. Hát meglátjuk. Matolcsy György azt mondta ma, hogy Magyarország ma már egy másik ország, mint volt 2019, mint volt korábban, mert hogy ő úgy gondolja, hogy a Magyar Nemzeti Bank önálló finanszírozására is képes. Ehhez mondott egy példát is, amely úgy szólt, hogy jelenleg több pénz áramlik a magyar gazdaságba, a Magyar Nemzeti Bankból, mint az Európai Unióból. És én ezt a mondatot őszintén szólva nagyon nem értem. Mert hogy a Magyar Nemzeti Bank pénze, én úgy gondolom, az a mi pénzünk. Tehát az nem egy olyan forrás, ami valahogy egyszer csak megjelenik, hanem hát az a mi közös forrásunk. Abból hogy áramolhat plusz pénz, úgyhogy azt, mint egy talált pénzt kezeljük? Szerintem ez nem a talált pénz, vagy eddig nem létező pénz kérdése, sokkal inkább az a kreativitás, amivel a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt időszakban többször is felhívta magára a figyelmet. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb lépés, amit mindenképp meg kell említeni és el kell ismerni, az a svájci frank hitel konvertálásával Arra kapcsolatban azt egy mondani, hogy nagyon. ügyes. Na, hát, de ez a De dolga, ügyes ez vagy a dolga, tisztességes? hogy ez azt gondolom, hogy ez nem egy tisztesség kérdése, ez egy jó lépés volt. Nyilvánvalóan azt senki nem láthatta, hogy a svájci jegybank elengedi a svájci frankot, de ezzel jelentős pénzt és negatív gazdasági sokkot óvta meg az országot. Aztán voltak azok a különböző hitelezési lépései az MNB-nek, amelyek segítették a gazdasági növekedést, és hát a végén valószínűleg ide számolják mindazt a kamat megtakarítást, amit a kamatvágásokkal ért el az MNB. Nyilvánvalóan itt mondhatjuk, lehet vitatkozni, hogy nem kellett volna, vagy ezt más is ugyanígy tette volna, de azt meg kell állapítani, hogy az MNB bátran neki ment a kamatok levágásának, már akkor, amikor egyébként a szakma még azt mondta, hogy lehet, hogy ideig korán. A mostani 334 forint körüli euróárfolyam. Akkor, amikor az Európai Uniótól a régóta várt támogatási összegek elkezdtek megérkezni az ország számlájára. Ez nem egy manipulált árfolyam? És a Magyar Nemzeti Bank számára kívánatos árfolyam éppen az euró átváltása okán és miatt? Hát az, abból nem csinált titkot, azt gondolom ez a kormányzat, és nyilván az MNB elég erősen támogatja a gazdaságpolitikáját a kormánynak, hogy a gyengülő forintban hiszen Magyarország GDP-jének majdnem a 80%-a az exportból származó. Ilyen szempontból természetesen az exportot tovább fűti és segíti, a versenyhelyzetét a magyar gazdaságnak javítja egy gyengülő forint. Tehát egy a gazdaságpolitikai szempontból a forint gyengülése egy nagyon érvényes és jogos lépés. Meddig érvényes és jogos? Van egy olyan határ, ami vagy lélektanilag, vagy gazdaságilag, ha elérjük, akkor lépéskényszert okoz? Nem hiszem, hogy ilyen létezik, nem létezik. Inkább a leértékelésnek az üteme a kérdéses. Tehát lehet jól leértékelni egy devizát, és lehet rosszul. A rosszul az, amikor egyik napról a másikra 20%-ot leértékelődik, mert nyilvánvalóan a gazdaság nem tud hozzászokni, a szereplők nem tudnak hozzászokni. Ha van egy folyamatos csúszó leértékelés, ahhoz a gazdasági szereplők, a háztartások hozzá tudnak Ez egy szokni. rossz hír, amit most mond, mert szinte prognosztizálja, hogy ez lesz rosszabb árfolyam is. Én ezt nem tudom, mert az árfolyam politikát egyrészt
Hát mondta, nincs árfolyam cél. Sem a Nincs kormánynak, sem árfolyam a Nemzeti célja, Banknak. úgyhogy ez csak azt tudom mondani, hogy maga a leértékelése önmagában nyilvánvalóan az, aki most külföldre akar menni, vagy most akar nyaralni, annak nem jó hír. Hát a magánemberek általában ezzel így rosszul van. Járnak. De egy az nemzetgazdasága járnak politikának jól. Sokkal fontosabb érdeke, hogy a nemzetgazdaságnak mi lesz. Viszont, hogyha így számolhatunk, akkor nincs is alsó határ? Tehát, hogyha mit mondok számokat, 360-370 forintos árfolyam lesz, akkor sem mondja azt valaki, kormány, nemzeti bank, hogy na, álljunk meg? Azért fontos, az árfolyamra bizonyos hatása van minden jegybanknak a saját devizájában, de azért ott van a piac. Hogy mit gondol a piac arról az adott gazdaságról, mit gondol a kamatpolitikáról, és az pedig befolyásolja, hogy milyen inflációs várakozások vannak. Tehát noha minden jegybank kezében rengeteg fegyver van, és azt gondolom, hogy az elmúlt 10 év pont ezt mutatta meg, hogy valami hihetetlen fegyvertárat, arzenált épített fel minden jegybank a világban, de azért a mozgásterüket alapjába véve behatárolja a reálgazdasági folyamatok tömkelege és az inflációs várakozások. Tehát azon belül tudnak mozogni. Hát, hogy mondjam, nem vigasztalt meg nagyon minket már azokat, akik azt remélik, hogy a forintjuk, a pénzük értéke nem lesz kevesebb, de legalább a folyamatot segített megérteni, mi miért van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.